lehúbási a politika, engem csak a színház érdekel. Vagy hogy fontosabb. És meg, hogy én holnap utazom Linzbe, életem első szerződése. Holnap után elkezdjük a próbákat, és egy hónap múlva premierrel kell majd jönnötök. A Gyergyószentmiklósi Baltaboróka alakításában láthatta a gyulai közönség a Lola Blau című Georg Kreisler monomusicalt a Várszínház kamaratermében. Az egy színésznőre és egy zongoristára írt zenés dráma címszereplője a 30-as évek végi Ausztriában próbál érvényesülni zsidóként. A darabot a szerző feleségének írta, az előadás pedig azért is különleges, mivel azt a színésznő férje, Béres László rendezte. A színésznő rendezőházas pár Szép Andrással, a kolozsvári Magyar Opera zongoristájával kiegészülve mintegy 4 év alatt 5 országban mutatta be a darabot. A szerző az Kreisler, aki zsidó származású Bécsben élő zeneszerző, akinek ugye a II. Világháború folyamán el kellett menekülni Amerikába, és tulajdonképpen az ő életútját, sorsát írta meg ebbe a monomusicalbe, csak ő azt mondja, hogy érdekesebb volt egy nőnek az életét végigvinni, nem pedig egy férfiét, mivel egy nőnek nagyobb a szexepilje. És tulajdonképpen ezt a feleségének írta, több felesége volt, de az akkori feleségének írta. És én ezt az előadást, tehát a Lola Blaut 93-ban láttam Marosvásárhelyen, akkor Maja Morgenstern játszotta, tudnivaló, hogy közel 25 éve játsza, talán most is Bukarestben a zsidó színházban, és hát akkor engem ez az ő előadása lenyűgözött, főiskolás voltam, első éves, és hát megmaradt ez így, mint nagy színházi élmény. És hát ugye teltek az évek, többször gondoltam rá, hogy jó lenne egyszer eljátszani. Soha nem vettem a bátorságot, hogy egyáltalán hozzányúljak ehhez a témához. Aztán talán 7 vagy 8 évvel ezelőtt Gyergyószentmiklóson a Figura Stúdió Színházban dolgoztam Viktor Joán Frunza neves román rendezővel, és akkor ő hozta fel egy próba végén, hogy fú, Boró, hát te most abban a korban vagy, meg hogy milyen jó lenne, hogyha te megcsinálnád a Lola Blaut. És akkor mondom neki, hogy de biztos vagy benne? Mondta, hogy igen. Na akkor ez így eltelt még egy jó pár év, és aztán úgy alakult, hogy volt egy üres idő az életemben, már szakmailag, és akkor azt mondtam, hogy na hát akkor most vágjunk bele. Aztán úgy ismerkedtem meg Andrással, Szép Andrással, a zongoristával, és hát kalandos volt ez a próba folyamat, mert ugye én Gyergyószentmiklóson élek, a férjem a Béres László, aki rendezte az előadást, ő a kolozsvári Magyar Operában dolgozik, András is, akkor még egyetemista volt, de közben ott is játszott, és hát hol Kolozsváron, hol Gyergyóba, tehát hogy rengeteget utaztam, amíg megtanultam magát a zenei anyagot, és aztán utána kezdtünk a többivel foglalkozni. Azt gondolom, hogy minden színésznő életében eljön az a pillanat, amikor egy kicsit azt érzi, hogy szeretné megmutatni a szakmának, hogy hol is tart ő. Meg természetesen a közönségnek is, de ez a Georg Kreisler Lola Blau musical egy színésznőre és egy zongoristára, hát ez egy kőkemény kihívás. Nem véletlen, hogy most mondok egy-két olyan nagy nevet, Udvaros Dorottya, vagy a Romániában Maja Morgenstern, aki szintén azért ugye nemzetközileg elismert a színésznő, tehát hogy ilyen színésznők is próbálkoztak ezzel a darabbal, hiszen ez egy nagyon kemény kihívás, egy eladásban vagy 18 dal, és vagy 10-12 szerep, ami megformálásra vár. És Georg Kreisler ezt a darabot saját feleségének írta. Ugye ő írta, ő komponálta a dalszövegeket is, a forgatókönyvet is, minden. És hát mondja azt, hogy én is a saját feleségemnek rendeztem meg. Hiszen a darabban játszó Barta Boróka az én feleségem, és hogy nagyjából ebben a korban, 40 körül, a
szereplőnek az életkora is ehhez köthető. Jut eszébe a színésznőknek, hogy igen, ez egy kihívás. Tehát egy kihívás megmutatni, hogy mire vagyok képes, mit tudok, hiszen egyedül a színpadon, majd másfél órán keresztül fenntartani a nézők figyelmét nem könnyű. Ez egy valódi megmérettetés. És amikor arról beszélgettünk, hogy igen, eljött az ideje, hogy egy egyszemélyes dolgot színpadra vinni, mivel hogy tudom, hogy a felségem színésznőként egészen jól énekel, jól mozog, akkor rögtön ez a darab jutott eszembe. Így kötöttünk ki ennél. Én már kitettem a zászlót, az új zászlót, és ha kegyedet itt találják, akkor nekem kellemetlenségeim támadhatnak. Ennyit igazán megérthet, Blau kisasszony. Ja, egy táviratot akartam odaadni. És legkésőbb egy óra múlva legyen kint. Említett, hogy Marosvásárhelyen találkozott fel, ahol a színi tanulpeddába jött, ha jól tudom. Igen, oda jártam a Marosvásárhelyi Szent György István színművészetire, és amikor első éves voltam, akkor volt egy fesztivál, azt hiszem, hogy az ottani román színház szervezésében, és akkor hívták meg Maja Morgensteint evel az előadással. És a színészet felé mit terelte ezelőtt még? Hát, oda sodródtam. Ugye az ember... Nem, senki. Az úgy alakult, hogy ugye az embert gyerekkorában küldik szavaló versenyre, iskolás korában elmentem ide-oda, nyertem ezt-azt, és megismerkedtem Jés Kingával. Ő annak idején 70-es, 80-as, sőt 90-es években végig nagy nevű színésznő volt Marosvásárhelyen, ő benne volt akkor a zsűriben, és oda jött hozzám, és megkérdezte, hogy nem-e akarok felvételizni, és mondtam, hát nem is tudom, már lehet. És akkor ő elkezdett velem foglalkozni, és így kerültem be a főiskolára. Fogalmam nem volt, hogy ez az egész miről szól, vagy hogy ez milyen. Aztán az ember belecsöppen, és sodorja magával az élet és a szakma. És Gyergyószentmiklósról került? Nem, hanem én Sepsiszentgyörgyön voltam 10 évet, aztán mentem férhez, született 3 gyerekem, és a férjem Gyergyószentmiklóson volt színházigazgató, és akkor így alakult, hogy mondtam, nem akarok egyedül nevelni 3 gyereket, és így szerződtem aztán oda. Erdélyben ugye nagy hagyomány van a színjátszásnak. És 90-es évek óta, hogy látja, milyen a színházi élet? Hát nagyon pezsgő, nagyon sok minden van. Nagyon sok színház is alakult a 90-es évek végén, 2000-es évek elején. Ugye Székelyföldön, Hargita megyében van 3 színház, Csíkszeredában, Udvarhelyen, Gyergyóban, ugye Sepsiszentgyörgyön, Kézdivásárhelyen, Marosvásárhelyen. Nagyon sok színház van, úgyhogy a választék óriási, különböző irányvonalat képviselnek ezek a színházak. Mi Gyergyóban egy kísérleti színház vagyunk, nagyon érdekes, friss, útkereső előadásokat szoktunk készíteni. Nagyon sok fiatal rendező, pályakezdő rendező próbálgatja ott a szárnyait, de azért dolgoztunk mi Bozsik Ivettel, Viktor Ján Frunzával, tehát hogy ugye Béres Lászlóval, aki ezt az előadást is rendezte, Kövesdi Istvánnal, tehát hogy Barabás Olgával, ők ottani rendezők, és én azt hiszem, hogy egy nagyon jó kis társulat van most Gyergyóban, nagyon jó összeérett csapat, és egész izgalmas előadásokat készítünk. És ugye Erdélyben az különleges helyzet, hogy kisebbségben magyarság, tehát milyen a kapcsolat a magyarországi magyar és a román szín? Igen, ez valahol szerencse is nekünk, hogy mindkét színházi világból, életből tudunk táplálkozni, mindenhonnan lopunk ezt-azt. És ezért az erdélyi színjátszás a két színházi kultúrának egy nagyon jó szerencsés fúziója. Szeretünk nagyon román rendezőkkel dolgozni. Olyan friss gondolkodásmódot hoznak be a mi világunkba, ami mindig felpesdít minket. Mindenképpen szeretjük a román színházi világot, ami sokkal harsányabb, sokkal rendezőcentrikusabb, mint a magyar, sokkal bátrabb,
és nagyon erős képeket komponálnak, nagyon erősen fogalmaznak. Ott a szöveg kevésbé fontos, mint a Magyar Színházban. Ők úgy tartják, hogy a szöveg az egy kiinduló pont, a dráma, és abból kiemelnek egy problémát, egy gondolatot, és arra felépítenek egy előadást. És nagyon sokszor ugye mi erdélyi színház csinálók is hajlunk e fele, hogy ilyen módon készítsünk előadásokat, és ha eljövünk ide Magyarországra, akkor mindig számon kérik rajtunk, hogy de hát nem ez van leírva, vagy hogy nem ez a dramaturgiája, vagy mit tudom én az adott drámának, és akkor mi mondjuk, hogy hát nem, de hát mi ezt akartuk elmondani evel a szöveggel, vagy evel a történettel. Úgyhogy ezek ilyen különbségek, de nem baj, hogy ez így van. Mi ezt nagyon másként éljük meg, ezt a kisebbségi létet. Igazából számunkra mi ebbe születtünk. Tehát én magam is a 45 évemmel én ebbe születtem. Hát furán hangzik, hogy ezt tartom természetesnek, hiszen csak ezt láttam. Épp ezért mi ezt nem egy heroikus helytállásnak éljük meg, hanem egyszerűen a hétköznapok mindennapjainak. Tehát hogy ez hozzátartozik az életünkhöz. Én azt gondolom, hogy erre nem is vagyok büszke, nem is várok én ezért oklevelet, hanem ezt éljük. Ugyanakkor számunkra azért az egy természetes dolog, hogy meg akarunk maradni. Épp ezért valóban a színház csinálás azért bizonyos szempontból egyfajta hát kicsit egyfajta ilyen protestálási aktus is, hogy igen, létezünk, meg ugye nyilván nyelvében ír a nemzet alapon, tehát hogy magyar nyelven színházat csinálni, ez fontos számunkra. Nem véletlen, hogy Erdélyben hát tulajdonképpen most már 11 hivatásos magyar nyelvű színházban. És hogy olyan kis önkormányzatok, mint akár Gyergyószent Miklós, ahol mi élünk, hogy 17.800 lakosú kisváros fenntart egy hivatásos színházat, társulattal, nem egy repertoár, vagy nem egy befogadó színház, hanem egy repertoár színház társulattal. És lehetne sorolni a példák hosszát Székelyföldön. Tehát számunkra ez egy természetes létezési forma. Ilyen alapon meg nyilván elsősorban a magyar nyelvű színházakra, egy színésznek a magyar nyelvű színházakra korlátozódik. Mondjuk rendezőként más, mert rendezőként én ugyanúgy dolgoztam, és fogok még dolgozni román nyelvű színházban is, meg más nyelvű színházban is, tehát könnyebb az átjárhatóság. De számunkra ez egy természetes létezési forma, nem éljük meg másként. Az erdélyi magyarság és románság között van így átfedés, tehát hogy egymás színházaiba járnak? Hát ezt városa válogatja, mert Kolozsváron például a románok nagy szeretettel járnak, nagy érdeklődéssel a Magyar Színházba. Ez persze annak is a feltétele, hogy fordítva tanik el az előadásokat feliratozni, általában feliratozzák. Most már mi is kezdtük feliratozni az előadásainkat, mert beinvitáltuk a Székelyföldön élő román lakosságot is, és nagyon nagy érdeklődéssel járnak, és nagyon nyitottak, és nagyon szépen reagálnak mindenre. Úgyhogy mi nagyon örvendünk, hogyha jönnek és megnézik az előadásainkat. Mi pedig, hogyha jön valami, most már a színházunk állandóan hív román előadást, hogy hozzuk be őket a színházba. És ön esetleg szokott román nyelvű előadásokban szerepelni? Én még nem, egyszer elkezdtem próbálni egy előadást Szentgyörgyön a román társulattal, de aztán pénz miatt lefújták a produkciót, úgyhogy már meg volt félig meddig. Akár játszhatnék is, tehát ez nem probléma nekünk, meg tudjuk tanulni a szöveget. És Erdélyben felnőve már gyermekkor óta románul is beszél? Elég rosszul beszélünk románul úgy általában Erdélyben, mert persze az ilyen elszigetelt székelyföldi városokban, ahol nagyon-nagyon kevés román él, és ők is inkább magyarul beszélnek, nagyon rossz a román oktatás. Úgy tanítják nekünk a románt, mint a román gyerekeknek. Tehát, hogy eleve adott az, hogy kéne tudni anyanyelvi szinten, már első osztályban románul. És ugye beülünk az iskolapadba, és fogalmunk nincs, hogy miről van szó. Emiatt például az én gyerekeim is angolul jobban tudnak, mint románul. Pedig tanulják, és a nyelvtan szabályokat felmondják kívülről, csak épp alkalmazni nem tudják. És a marosvásárhelyi színi tanodában sem volt szüksége? Mi voltunk az első évfolyam
akiknek nem tanítottak román színház történelmet, színháztörténetet, az előttünk lévők tanultak, és nagyon sokszor megbuktak. Volt egy nagyon szigorú színház történet tanár, aki nagyon vágta a magyar diákokat, de mi voltunk az első évfolyam 93-ban, akik nem tanultunk. Tehát általános színház történetet tanultunk. Igen, és azt említett, hogy ennek az előadásnak a rendezője a férje. Igen. Vele a színház kapcsolatban ismerkedtek? Igen, nem közös munka, hanem közös társaságba jártunk. Ő viszont szorosabb kapcsolatban van a román színházzal, mert ő Bukarestben végezte a rendezőszakot. Gyakori a közös munka ezen kívül? Régebb igen, amikor ő ott volt a színháznál, akkor ugye ő volt az igazgató, főrendező, akkor állandóan dolgoztunk együtt. Aztán ő szabadúszó lett, és hát azóta... Hát ugye voltam meghívott, tehát énekeltem az operában ilyen szilveszteri előadásokban. Hát akkor megint dolgoztunk együtt, mert azt ő rendezte, meg ezt, és most is kinézne valami közös munka, ha lesz időm nekem rá. Próbák során inkább nehezítés vagy könnyítés, hogy a feleségével dolgozik együtt? Hát mivel hogy mi most már 20. éve élünk együtt, 3 gyerekünk is van, ez hozzátartozik az életünkhöz. Nem az első alkalom, amikor én őt rendezem, vagy tehát ő az én rendezésemben játszik. Egyébként nyilván a hányház annyi szokás. Nálunk ez úgy van, hogy mi nem szabadulunk, de nem is nagyon akarunk otthon sem szabadulni a szakmától, tehát hogy ugyanolyan könnyedén beszélgetünk erről otthon is, mint a próbateremben. Nem, mi ezt leszoktuk azért választani a próbateremben egész konkrétan, tehát ott egy rendező-színésznő viszony van. Hát, hogy mondjuk esetleg könnyebben elszadulnak az indulatok, vagy hogy hamarabb odaszól, vagy közvetlenebből odaszól egyik a másiknak, ez természetes, de ezen felül egyébként klasszikusan az a felállás, tehát a rendező-színész viszony, és épp ezért nagyon jól tudunk együttműködni, szeretünk is együtt dolgozni. Mi sokat dolgoztunk együtt, nagyon érdekes az, hogy ez a próba folyamat azért volt felemelő, meg élmény számunkra, hogy olyan módon dolgoztunk, hogy egy adott ponton már nem is beszélgettünk, csak igen, te tudod, az jó. És megvolt. Tehát, hogy egyszer az asztalnál kitaláltuk, akkor mindent megbeszéltünk, és amikor felmentünk a színpadra, tettek mezejére, akkor már egyértelműen tudtam én is, hogy mit kell játszani, vagy mit kell csinálni, hogy meg nagyon sokszor a közös munka folyamán ez történt, hogy engem nem instruált, hanem a kollégáknak mondott, én mindig álltam, megvártam, hogy legyen vége, és én csináltam a dolgom, mert mi ezt mi otthon megbeszéltük. Úgyhogy... Jó, jó vele dolgozni, persze. Ó, a színház, színerex, sok fény és a ragyogás, fúrás, maragás vált. És mégis akkor is csak attól élek, ha én a színészbe járunk, belépek. Ez egy nagyon izgalmasan és igényesen megírt musical. A század elejé, század közepi musical stílus jegyeit szeretnek van ezért rajta. Egy nagyon izgalmas, sokszor európai, sokszor a Broadway stílusát lehet benne meghallani. Egy nagyon izgalmas, zongorázós projekt, mert hogy úgy technikailag, mint sok más zenei szempontból egy izgalmas kihívás. És hogy kerültél kapcsolatba a rendező és színésznő párra? Mondtad, hogy nem Gyergyó Szent Miklósi, vagy hogy indult az egyik? Honosváron, a honosvári magyar operában nagyon sok előadásban közreműködtem, úgy mint zongorista, és a rendező úr Béles László egyik ottani rendezése alkalmával kerültünk kapcsolatban, amikor tulajdonképpen ezelőtt, hát bő 4 évvel, amikor az egész Roland Plau kérdés felvetődött, és zongoristát kerestek, és engem ajánlottak az intézményen belül, hogy akkor talán én ráérek, vagy képes leszek, vagy esetleg szeretném ezt a projektet csinálni. És felkértek, persze egyből igent mondtam, és azóta is már sok 10 előadáson túl vagyunk, és még folytatódik ez a szép együttműködés. Mivel csak egy színésznőre és egy zongoristára fókuszálódik a közönségnek a figyelme, ezért egy nagyon szoros együttműködés szükséges ahhoz, hogy ez egy
koherens összefüggő produkció legyen. Szóval ez azt jelenti, hogy ő végigfigyel rám, főleg ugye a zenei részekben, és én is persze végigfigyelek rá, hogy tudjunk minél jobban együtt lenni, együtt lélegezni, együtt játszani, együtt előadni. A sok turné alatt, amikor ugye össze vagyunk zárva, ha kell autóban, ha kell próbák alatt, ha kell a hotelekben vagy a szállodákban, akkor persze kialakul egy ilyen közös élet, mondjam így. Sőt, volt már olyan is, hogy azt hitték, hogy én az ő fiúk vagyok. Úgyhogy igen, szerintem kialakult egy egészen szoros baráti kapcsolat közöttünk. Többek között, de számunkra elsősorban a színészi kiszolgáltatottságról szól. Arról, hát ami ugye közismert, de ma már a rengeteg főiskola, akár itt Magyarországon, akár pedig Erdélyben is van vagy kettő, csak úgy ontják a fiatal színvészeket. Tehát, hogy elvégezni ma már rengetegen elvégzik. De hogy ebből hányan találnak állást, és hányan végzik valóban a szakmában, hát az azért nagyon kevés. És hát kőkemény megmérettetés, kőkemény harc. És valóban az van, hogy nagyon sokszor a színész ki van szolgáltatva, egy-egy rendező, producer, vagy hát most csak gondoljunk ugye az elmúlt fél év, egy év MeToo botrányaira, meg sok más, nem kell most konkrétan erre gondolni, de hogy nagyon sok ehhez hasonló helyzet, amikor tulajdonképpen ahhoz, hogy egy színész befusson, ahhoz én azt gondolom, hogy egy 20-30% tehetség kell. Iszonyatosan sok munka, mondhatnám azt is, hogy egy 50% munka, és ráadásul még vagy a 20-30%, hogy jó helyen, jó időben lenni. Ez a színésznőknek a sorsa, ami számomra nagyon érdekes, vagy nagyon érdekel, vagy érint engem személyesen. Ez a kiszolgáltatottság, a hányódás, az, amikor az ember nem rendelkezhet a szakmai sorsa fölött, hanem vagy van szerencséje, és úgy alakul, vagy pedig nem. Tehát, hogy a tehetség az csak egy nagyon pici dolog ebben a történetben, hogy ki lesz sikeres, vagy ki nem. Hogy éppen jó helyen van az ember, jó időben, és ez az előadás ezt nagyon szépen megmutatja, hogy azon túl, a történelmi részén túl, az a fajta kiszolgáltatottság, amiben éltek annak idején a zsidó emberek, ahogy menekülniük kellett. Nekünk azért nem volt ennyire durva, erdélyi magyaroknak nem volt könnyű, de én gyerek voltam a Ceausescu diktatúrában, és nekünk nagyon jó volt gyerekként. A szüleinknek nem, de mi azért éltük meg nagyon jól ezt a periódust, mert a szüleinknek volt idejük ránk, nagyon sokszor el volt véve a villany, ami arról szólt, hogy gyertyát gyújtottunk, és a család együtt ült és beszélgetett. Sőt, a szüleimnek volt egy baráti társasága is, összeültünk, több család, és amíg el volt véve a villany, zsíros kenyeret ettünk, a felnőttek boroztak, almát sütöttünk, és népdalokat énekeltünk. Úgyhogy ez egy nagyon szép élmény, és a mostani legjobb barátaim is azok a gyerekek, akikkel akkor együtt voltam, és együtt nőttem fel. Úgyhogy ez megint másképp csapódik le. Persze a szüleink ezt megtapasztalták, a házkutatásokat, a kihallgatásokat, a lehallgatásokat. Tehát ez akkor a romantikája egy picit az üldözöttségnek? Igen, amit én megéltem gyerekként. Persze ez az előadás megint más, ez másról szól. Ott persze hallottam, tudom, átadták a szüleim, meg a nagyszüleim, hogy ők mikor, hova költöztek. Az én nagyszüleimnek elvették mindenüket, ők Nagyváradon éltek. Államosították a malmukat, a mindenüket, az üzletüket, és akkor egyik helyről költöztek a másikra. Tehát, hogy nem volt könnyű.